A karácsony és a szilveszter ugyan már mögöttünk van, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által vizsgált szezonális termékek ellenőrzésének eredményei nemrég lettek nyilvánosak. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb átfogó vizsgálat évek óta javuló tendenciát mutat, a hazai forgalmazókkal, gyártókkal egyre kevesebb a probléma. 2501 helyszínen történt ellenőrzés, ebből 414 az élelmiszer előállító hely, 1441 az élelmiszer forgalmazó hely, magyarul boltok, ilyen hipermarketek, kisboltok, nagyboltok, ebben mindent bele kell érteni, és 646 vendéglátó hely volt az ellenőrizendők között. Ebből egyébként a 646 vendéglátó helyből 295, tehát majdnem a fele az kiszállítást is végez. Ez a 2500 helyszínen 11.134 tételt ellenőriztek az ellenőrök, és a 11.134 tételből, élelmiszertermékből csak 423 tételt kellett kivonni a forgalomból, ez 3,8% egyébként. Három esetben függesztettek fel tevékenységet, és összesen 8,1 millió forint értékben szabtak ki bírságot az országos akció során. A legmagasabb büntetési tételt egy koreai étterem kapta, itt a tevékenységüket is felfüggesztették, elsősorban jelöletlen termékek miatt. Külön kiemelném a laboratóriumi vizsgálatokat. 178 minta volt a laboratórium által átvizsgálva, ebből 38 dióbél daráldió, 41 az mák, illetve daráltmák, 20 tétel kókuszveszelék, 11 tétel mandula, 11 tétel begré, 20 tétel virslé, és 37 frissen előhített broiler csirke. Ebből gyakorlatilag egyetlen egy olyan termékcsoport volt, ami kiugrott, ahol komoly problémákat tapasztaltunk. Ez a dióbél egyébként. A 38 ellenőrző tételből 12-nél találkoztunk problémával. Nulla volt a virsli problematika, tehát mind a 20 tétel rendben volt, hibátlan volt, mind a 37 tétel friss előhütött földelcsirke hibátlan volt. Az alkoholos termékek esetében célzottan pezsgőket és pálinkákat ellenőriztek. Ezekkel kapcsolatban nem találtak problémát. A dióbél esetében a hibás termékek közel felek külföldről érkezett, Ukrajnából, az Egyesült Államokból és Moldovából. Emiatt egyébként már célzott országos ellenőrzést rendelt el az államtitkár saját hatáskörében.